van egy olyan mondás, ugye, hogy ha jót nem tudsz lépni, akkor rosszat ne lépjél, és rosszat nem léptem, megvártam, amíg jött egy isteni szikra. Az isteni szikra után az első lépés a legjobb alapanyagok megtalálása volt. Fölhívtam az egyik barátomat, Bakó Csavát, kint Miami-ba, ő kint, akik már 15 éve, hogy te, kedves barátom, mit tudunk a csidiről? És akkor ő mondta, hogy hát az csíp. Hát és akkor így indult el az dolog. Ő küldött be magokat, én elültettem, szépen kikeltek, az első évben, tehát ilyen családnak főzögettem, csináltunk belőle a dolgokat, mindenkinek nagyon ízlett, elterjedt a baráti körbe is, és a következő évben ma azt vettük észre, hogy hát nem elég az, amennyit csináltunk, és az négy évben ez mind emelkedő, tehát az a négy év alatt emelkedő tendenciát mutat, és most már ott tartunk, hogy nem elég a föld terület ahhoz, hogy ki tudjuk szolgálni az igényeket, hál' Istennek, úgyhogy reméljük ez még sokkal-sokkal jobb lesz. Hát az elsőben évben mondjuk volt 30 tő, most pedig több, mint 3800 tő volt az idén, úgyhogy elég számottevő a, a, a fejlődés. Első évben még nem ismerték a paprikákat, ezért nagyon sok fajtával kísérleteztek, de mára már csak három típus termesztenek, és itt ebben a családi kisüzemben készítik a Jancsili 100%-ban kézműves termékeit. És hogy miért éppen Jancsili? Azért Jancsili, mert ö, ö, volt nekem egy, ugye, egy tesó, egy Bárdos Jánosnak hívták őt, ő 7 éve ö, tragikus hirtelenséggel meghalt, szívinfarktusban, 33 évesen, és az ő emlékére lehet Jancsili, illetve a kisfia ö, ugye a halál előtti napon született, tehát ők nem is találkoztak sajnos, és ö, az ő neve is Bárdos János, és az ő tehát ő neki egy kapaszkodó, hogy az apukájáról valami kis emlékkép azért legyen, tehát ezért lett Jancsili. A Jancsili termékeinek készítése már negyedik éve tartja lendületben a bárdos családot. A több mint 3800 tőről leszüretelt csilipaprikák paprikák feldolgozásában szülei segítenek neki. Az elmúlt években nem csak a csili palánták mennyisége nőtt meg, de a termékpaletta is gazdagodott. Amivel van gyümölcsösünk, és valamit kellett vele kezdeni, ugye vannak gyümölcsös szószok is, de mit csináljunk a többivel? Hát akkor főzzünk belőle szörpöt, de van lekvár is, tehát lekvárt is fő, főzünk belőle. Tehát próbáljuk az egész terméket hasznosítani, tehát nincs, nincs gyakorlatilag nálunk nincs kárba ment dolog. Azt hiszem 13 fajta szószom van, kettő lekvár, két fajta savanyúság és öt fajta szörp és itt, itt meg is állunk, tehát tovább nem, nem, lesz bővítés, a szószokban lesz majd némi csere, tehát próbálunk ilyen idén jellegű lenni, de, de, nem, de tovább nem tudunk, mert már így is nagyon sokat dolgozunk, tehát ennél többet nem lehet. Bárdos Viktor a Great Taste Awards 2020 elnevezésű versenyen, ami Európa egyik legnívósabb gasztronómiai megmérettetése, baráti unszolásra indította el három szószát. Megmondom őszintén, én nem akartam indulni, tehát én nem a díjakért csinálom, hanem nekem elég a, a vevők visszajelzései, tehát eddig pozitívak voltak, úgyhogy nekem ez, ez elég volt. És Terz Barbi megkeresett engem, hogy de Viktor, ezt el kell, hiddel, nagyon ez nagyon kell neked, nagyon fontos dolog, és is az ő unszólására, ők is indultak egyébként, az ő unszólására elindultunk ezen a versenyen. Hát én nem gyakorlatilag teljesen az esélytelenek nyugalmával indultam, és láss csodák csodájára, a, a, a füstöl csipott le szószom, nyert egy a, csillagot. Na most erről azt kell tudni, hogy 500 fős a zsűri, tehát ő, Michelin csillagos séfek, nagyon nagy áruházaknak a beszerző igazgatói ételkritikusok, ilyenek a bírák, és Magyarországon 65 díjazott volt. Tehát nem egy olyan óriási szám, tehát nagyon megszűrték a, a mezőnyt, 38-an lettünk azt hiszem egy csillagosok, és kettő cég nyert Magyarországon egyedül három csillagot. Itt az egy csillag is nagyon-nagyon-nagyon nagy elismerés, úgyhogy én mondhatni, hogy büszke vagyok. Mind a három termék nagyon-nagyon pozitív volt, tehát jó volt, annyi, hogy a másik kettő... Tehát az egyik nagyon erősnek nyilvánították, tehát azt mondták, hogy szinte eltetlenül erős, ő a, ő a Berzerker szósz, a másikkal pedig a fekete csipott le szószommal indultam, ahol egyetlen egy negatívumot írtak, a színét. Tehát volt, akinek nagyon tetszett, hogy fekete, tehát azt írták, hogy bátor volt, valaki pedig azt mondta, hogy hú, hát fekete. De az íze és az összetevőknek az aránya azt mondta, tehát azt elismerték, hogy nagyon finom, tehát úgy szerintem a szín nem csúsztunk el. A díjnyertes szósz viszont egyértelműen elnyerte az 500 fős zsűri tetszését. Hogyha egy Michelin csillagos séf megdicséri, hogy az arányok nagyon jók, tehát nagyon jó a sósság, nagyon jó az édesség aránya, és nagyon kellemes a csípőség, és ehhez nagyon jól passzol a füstösség, akkor én azt hiszem, hogy akkor kiúszhatom magam, mert tehát elértem azt a szintet, hogy, hogy egy, egy Michelin csillagos séf is meg, megdicséri azt a terméket. Tehát ez egy nagyon összetett szósz, nagyon sok összetevő van benne, 23 fajta összetevővel van, úgyhogy én ezzel elég vagyok mondhatni, most már biztos. Bárdos Viktor csipott le fantázia nevű szószát, mostantól a világ legjobbjai között tartják számon.